Ezt komolyan tetszene gondolni? Mit? Hát hány fokos a víz? 10 fokos. Jézus Mária. 3 fokosban is szörföltünk el idén. Komolyan? Persze. Március elején. Mióta tetszik üzni ezt a 8 sportot? 8 éve. Nem illik megkérdezni, de muszáj megkérdezni. 68. 68 éves tetszik lenni? Igen. 60 évesen. Köszönöm. És hogy megy? Hát, közepesen. Aha. Ilyen szélben már nagyon kell kapaszkodni a vitorlával? Elég rendes. Ez most nem olyan nagyon erős szél, tegnap sokkal erősebb volt a viharos szél. És akkor is tetszett? Igen. Tényleg akkor? Igen, általában mindig itt vagyok, amikor szél fúj. Nem is akarom föltartani, tessenek pakolni nyugodtan. Igen. Szép jó napot kívánok! Önök a zöld pontot látják, és nem akartuk elhinni, amikor ösztökéltek bennünket, hogy ugyan jöjjünk már le a Velencei tó partjára, mert hisz megkezdődött itt a szezon, miközben olyan iszonyú szél és olyan pokoli rossz idő volt, hogy az embernek az orrát nem volt kedve kidugni az otthonából. De lám, nekik lett igazuk, valóban vannak már szörfösök a Velencei tótnál, úgyhogy kezdődjön a zöld pont is a vízi szezon kezdetével, és szörfel! Rettentően megszállottnak kell állni, hogy az ember ilyenkor kijöjjön ide. Csak jó ruhának kell lenni hozzá tulajdonképpen. Ha jó ruhája van az embernek, amiben nem megy bele ebben a víz, akkor nincs ezzel probléma tulajdonképpen. Honnan ez a felmerés? Én azt hiszem, hogy ez ott kezdődik, hogyha az ember ránéz egy fára és az mozog, és az a szél miatt mozog, akkor ezt a szörfösöknél ez alapvetően rendőre adódik. Tehát én nagyon sokszor egyszer gyomorgörcsöt kapok, amikor elkezd mozogni a fa, és nem tudok lemenni. Aki látja, hogy melegszik az idő, olvad minden hó, minden jég, az már vágyik ide ki. Alig várjuk, hogy fújjon a szél, rohanhassunk siklani. Nem először vagyunk lenne az idén, úgyhogy jó idő van, meleg van. Víz sem nagyon hideg, 10 fokos. Egy kibírható. Aha. Ez is egy szenvedély. Én Püspön láttam idén a jégtáblák között szörfözni Palit. Tényleg? Igen. Nem tudod, ki volt? Nem tudom, de jégtáblák. Még jeges volt a víz, és már szörfözött. A Paliknak a nagy része már olyan dolgokat csinál, mint amit lehet látni tényleg a filmeken. Szóval meglepő dolgokat. Te is? Na ne, hát én még életben maradok. Valahogy egy olyat, hogy azt érzed, hogy a természetnek az erejét megpróbáld legyőzni, persze közöd nincs hozzá, hogy... Uh-huh. Csak hát egy olyan érzés, hogy... és száguldasz is a saját erődből. Én azt hiszem, hogy aki egyszer megérezte a siklás örömét, az ettől nem tud elszabadulni.
Egyébként az imént emlegetett pokoli rossz időt alaposan megszenvedték a tatai duatlon résztvevői is. De ebből a riportban nem csak ők mutatkoznak majd be, hanem legfrissebb munkatársunk Ágy Zoltán is. Fogadják őt is szeretettel.